Tisztelt házképviselőtársaim, Novák előtt képviselő úr, a Mi Hazánk képviselője. Kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Meddig tart még a Covid őrület? Miért nem mehetnek be a szülők számos iskolába címmel? Novák előtt képviselő urat illeti a szót, Rétvári Bence miniszter helyettes úr fog válaszolni. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, számos iskolába még mindig nem léphetnek be a szülők, pedig már rég nincs járvány. A Covid diktatúra előtti normális időkben teljesen megszokott volt, hogy a szülő bekíséri az alsós gyermekét az épületbe, akár az osztályteremig is, ahol odabiccent a tanárnak, esetleg pár szót vált vele, utána megy a dolgára mindenki. Délután pedig teljesen elfogadott dolog volt az is, hogy a kisgyermekért érkező szülő bemegy az épületbe, köszön a tanárnak, esetleg szintén váltanak néhány szót, hogy jól viselkedik-e a gyerek, minek a tanulására kellene otthon is jobban odafigyelni, stb. De ma már ez nagyon sok helyen tilos. Pedig például egy alsós tanuló iskola napról szóló beszámolója nem tudja a teljes valóságot tükrözni, ezért kellene, hogy a szülők és a tanítók kommunikáljanak egymással. A Covid őrület öröksége és a pedagógusok alulfizetettsége miatt egyre kevesebb helyen van rendszeres fogadóra, és mindez végső soron tovább rontja az oktatási rendszer eredményességi mutatóit. Egy szülő panaszos írásban tette fel a kérdést. Hogyan van az, hogyha zsanért kell javítani, akkor bemehetek az iskolába, akkor nagyon szívesen látnak. Ha viszont beszélnem kéne a tanárral, akkor rögtön életbe lép a főszabály, a szülő nem léphet be. Van nekem egy szörnyű gyanúm, hogy mi az igazi oka a szülő kitiltásának. Az, hogy ne lássák a valódi helyzetet. Mondjuk, míg a gyerek edzésen van, meglátnák, hogy a mosdóban sosincs WC-papír, se szappan. Az alaksorban négyzetméter vakolat hullik a gyerekek lába elé, a tornaterem penészedik, a padok meg olyan romosak, hogy kiszakítják a gyerekek ruháját. Tisztelt államtitkár úr, tudom, hogy az oktatási törvény szerint az igazgató jogosult szabályozni a belépés rendjét, de a Covid diktatúrának való belső megfelelési kényszer is indította el sokukat ebbe az irracionális irányba. Hajlandó-e olyan iránymutatást adni a minisztérium, hogy a szülőket engedjék be az iskolákba az alsós gyerekeikkel? Köszönöm, ha ezt megteszik. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Rétvári Bence miniszter helyettes úr fogja megadni. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Ahogyan ör arany is utalt, van egy jogszabályunk 2012-ből, egy emmi rendelet, amelyik a nevelési oktatási intézmények működéséről szól. Ennek a negyedik paragrafusa mondja ki, hogy szervezet és működési szabályzatban kell meghatározni belépés és bentartózkodás rendjét. Magyarul, hogy akik nem az iskola dolgozói, azok mikor léphetnek be, hogyan mozoghatnak az iskola területén. Az iskoláknak házi rendje is van, és hát ahány házi rend, annyi szokás mondhatnánk, tehát van, amelyik iskola ezt engedi, van, amelyik iskola ezt másként engedi. Szerintem többünknek ez napi tapasztalat, amikor én viszem a gyereket, vagy én hozom, akkor szintén nálunk is az van, hogy a kapuig lehet elkísérni, de amikor valamilyen foglalkozás van, vagy valamilyen találkozó, akkor be lehet menni. Tehát a szülők akkor látják, hogy mégiscsak hogy néz ki a gyereküknek az osztályterme, tehát amit a levélből idézett, az nyilván nem valós senki részéről, tehát vannak alkalmak, amikor bemennek a szülők, de általában reggelente a pedagógusok úgy döntöttek, az iskola vezetése úgy döntött, hogy az ember a kapuig vihet, és a kapuból hozhatja el a gyereket általában. Nyilván itt ezt szerintem nem hatalmi szóval kell elintézni, hanem érdemes helyben megbeszélni szülőknek, tanároknak, iskolaigazgatónak egyaránt, mi az, ami az iskola működését nem akadályozza, mi az, ami a pedagógusok tevékenységét nem akadályozza, de a szülőknek is nyilván azt, hogy biztonságosan szeretnék tudni gyerek odaér, elhozni, és ahogy ön is mondta, esetleg egy-egy szót váltani a tanárokkal, bár erre nyilván a Kréta felületén most már több lehetőség van az információ cserére a szülők és a pedagógusok között, fogadórákon, szülői értekezleteken szintén fel lehet tenni ezeket a kérdéseket a tanároknak, tehát ez továbbra is ez a lehetőség fennáll, de nyilván ezt leginkább helyben az iskola épületi adottságai miatt, hiszen van olyan iskola, amelyiknek az épülete több mindent enged meg, van amelyik kevesebbet, helyben lehet megoldani. Olyan megoldás az ideális, a rendelet is ezért született így, az emmi rendelet, amely mindenkinek, a szülőknek, tanároknak, az iskola vezetésének és a gyerekeknek a legoptimálisabb. Én abban bízom, hogy önök is helyben meg fogják tudni találni a megoldást. Köszönöm szépen.